Miért jelentkezett ösztöndíjasnak? Alapvetően két dolog motivált engem. Egyrésztről egy nagyon kalandvágyó és kihíváskereső ember vagyok, aki szeret idegen országokat megismerni, különböző emberekkel ismerkedni, különböző kultúrákkal találkozni. Ez az egyik része, másik pedig az, hogy meg is a hivatásom szerint egy történelem és magyar szakos tanár vagyok. És ebben a programban ez a kettő pont jól tud találkozni. Külföldön, egy idegen környezetben tudok mégiscsak magyarokkal találkozni, magyar kultúrával foglalkozni. Úgyhogy számomra ez egy nagyon jó lehetőség, és izgatottan várom. Szokták is mondani, hogy az az izgalmas, hogy persze jó ez megismerni különböző világokat, kultúrákat, de csak akkor van értelme, hogyha tudjuk, hogy mi magunk kik vagyunk. Megmaradnak a gyökereink, és úgy veszünk részt ebben a nagy változatos világban, hogy nem felejtjük el azt, hogy mi az, ami minket egyedivé tesz, a nyelvünket, a hagyományunkat, és itt tovább. Hova megy, és mi lesz a feladata, tudja-e már? Igen, Németországba fog menni, Regensburgba, és ottani, leginkább az ottani magyar iskolákban fogok tanítani majd. Magyar történelmet és nyelvet? Így van, pontosan. Ugye szakmám szerint is ez lennék történelem magyar szakos tanár. És hol tanított eddig? Martonvásáron, egy általános iskolában tanítottam eddig, illetve több alkalommal jártam már eddig is külföldön, tanítottam, dolgoztam, tanultam, úgyhogy szerintem ezeket a felhalmozott tudást tudom majd alkalmazni Németországban.